Ugyanazként a 7.-11. hely valamelyikét célozta meg a kisvárdai futballcsapat, majd a téli erősítések után már dobogós álmokat szövögettek a klub vezetői. A nagyszerű tavaszi szereplésnek köszönhetően volt is esélye a csapatnak egy érmes helyezésre, végül azonban a 4. helyen zárta a bajnokságot a Várda. Menet közben még a 2. helyre is odaértünk. Hát egy picit zavart keltett a fejekből a környezetben. Nagyon sokan már akkor esélyesként foglalkoztak velünk, és bizony ezért mi nem voltunk fölkészülve. Azt követő mérkőzéseken ennek az eredménye hatása látszott is, és bizony hiába játszottunk jobban Balmazújvárosban és Zalaegerszegen, az a koncentráció, ami szükséges ahhoz, hogy ne kapjunk gólt, illetve hogy megnyerjük a mérkőzést, akkor nem volt meg a csapatban. Egy picit a motivációvesztésnek az eredménye az a 2 vereségünk, és azt gondolom, hogy az akkori visszacsúszásunk az 5. helyre teljes mértékben normálisnak és igazságosnak mondható, majd hátralévő 2 fordulóban pedig már egy megkönnyebbült, egy felszabarultabb, örömfocit bemutató csapat futott ki a pályára, és Sopronban is, és hazai pályán a Szolnok ellen is, ugye 2 győzelemmel visszakerültünk a 4. helyre, ami összességében teljes mértékben pozitív és igazságos. A Kisvárda kerete jelentősen átalakul a nyári szünetben. A kölcsönben lévő Kosta, Bagi, Csirus és Irbánszki visszatért csapatához. Eszlátyira, Kulcsára, Lázára és Graszülre nem tart igényt a klub. Egyelőre 5 játékos érkezése biztos, Karas Péter Debrecenből, Lengyel Béla és Vermes Krisztián Szolnokról, Olá Gergő, valamint Szabó Péter pedig Szegedül teszi át a székhelyét a Várkertbe. Van még az MTK-nál 3 játékos, akikkel már megállapodtunk, legalábbis a klub, a 2 klub megállapodott. Engedélyt kértek most, hogy az Európa Liga, amíg zajlik, addig ott lehessenek, és mivel nevező vannak, addig ott is részt vehetnek a sorozatban. Az egyik a fiatal Talabér Attila, aki már a mi játékosunk, illetve van még ott a Sorossáron volt legutóbb kölcsönadva a Korozmán Kevin, aki a teljesítményétől függően szintén vagy marad, vagy hozzánk jön, és van még egy fiatal kapus, aki legutóbb Kazin Barcikán védett. Azt gondolom, hogy a fiatalok terén léptünk előre, és természetesen van több olyan fiatal, akik 22-én csatlakoznak a keretünkhez, és kiválasztjuk közülük azokat a játékosokat, akikkel nekifutunk majd a következő nagyon hosszú szezonnak. A következő szezonban 20 csapatos lesz az NB2, azaz 38 fordulóvár a játékosokra. A kisvárdai csapat szakmai stábjában is történt változás, a távozó Sós Imre helyére a legutóbb Nyírbátorban dolgozó Kovács János érkezett.